Az Enszékház előtt a Szentatya érkezését megelőzően első ízben vonták fel a megfigyelői státusszal rendelkező Vatikán zászlaját. A pápát a székházban Ban Ki-moon főtitkár üdvözölte. A katolikus egyházfő megáldotta a világszervezet alkalmazottait. Haladéktalan cselekvést sürgetett az Isten teremtette természet elpusztításának megakadályozása érdekében a világ vezetőitől Ferenc pápa. Az ökológiai válság és a biológiai különbözőség nagy léptékű lerombolása magának az emberi fajnak a létezését sodorhatja veszélybe, figyelmeztetett. A klímaváltozásról szóló idei körlevelével összhangban rámutatott, a természeti erőforrásokkal való visszaélést, a pazarlás mai elterjedt és csendesen növekvő kultúráját leginkább a szegények szenvedik meg. A pápa azt hangoztatta, hogy a szegényeknek joguk van a hajlékhoz, a munkához és a földhöz. Továbbá az emberi fejlődés feltételezi és megköveteli az oktatáshoz való jogot a lányok számára is. A pápa rámutatott, hogy nagy szükség van a nukleáris fegyverek teljes betiltására. Méltatta az iráni nukleáris program korlátozásáról kötött megállapodást, a politikai jó szándék megnyilvánulásának minősítette azt, és reményét fejezte ki, hogy tartósnak és hatékonynak bizonyul majd. Egyértelműen az Irak és Szíria jelentős területeit ellenőrzése alá vonó iszlám állam terrorszervezetre utalva elítélte a vallási kisebbségek üldözését és a kulturális örökség pusztítását. A pápa ezt megelőzően részt vett egy vallásközi megemlékezésen a New York-i szeptember 11 nemzeti múzeumnál. Meglátogatott egy harlemi katolikus iskolát, ahol fogadta a New York-i bevándorló családok gyermekeit és szüleit. Végül misét pontifikált a Madison Square Gardenben.